uraim! A mai nap egy csodálatos utazásra invitáljuk Önöket. Egy utazásra, ennek az alaknak a tudatalattiába, vagy az én tudatalattiába. Vagy az ő tudatalattiába, vagy az egész csak egy álom. Ahogy tetszik. Előadásunk egy 2019-ben történt esetet járt Önök. Körülbelül. Két színész egy korokon és műfajokon átívelő fiatalos, lendületes előadással, rekeszizmokat nem kímélve, számos színházi formanyelven keresi a választ arra a mindent eldöntő kérdésre, hogy mi történt aznap este, amikor a rablás történt. A variációkat Tar Dániel és Törő Gergely mutatják be. A pandémia után mutatta be két nagyon kedves volt kollégám, Benedek Dániel és Fándli Csaba a Csiky Gergely Színházba Kaposváron. És amikor én megnéztem azt az előadást, akkor azt éreztem, hogy úristen, ezt azonnal én is akarom csinálni, tehát hogy nagyon feltüzelt az, hogy én is játszok egy ilyen típusú előadásba, és aztán vedd át a szót, mert volt egy olyan este, amikor... Átveszem a szó. Igen, ez egy görbe este eredménye egyébként, ez az, hogy ez itt megszületett ebben a Móricz Zsigmond Színházban, illetve most itt a Színbád rendezvénytérben. Nagyon nagy feladat nekünk ez. Igazából szerintem ezért is mentünk bele, mert szeretjük a kihívásokat a Törővel, illetve nagyon szeretünk együtt dolgozni, és ez nagyon remélem, hogy majd látható lesz a színpadon, vagy legalábbis érezhető. Én is abszolút jó ötletnek tartottam, és egy pillanatig nem kételkedtem se a Törőben, sem abban, hogy ennek lehet sikere ennek az előadásnak, illetve nagyon érvényes dolgokról beszél az előadás, tehát nem csak rossz szóval vicceskedünk, hanem igenis vannak mélyebb jelenetek, amikkel lehet menni akár a felnőttebb korosztálynak is. 4 hét alatt született meg a kész előadás, amely arra keresi a választ, hogy mi történhetett a rablóval, amiért az este végén még haza is kísérte a kirabolt hölgyet. A történet cselekménye és előadás módja valamelyest túl is szárnyalta az eredeti kaposvári darabot. A kaposvári előadásban én úgy emlékszem, hogy nem, tehát hogy igazából nem kapunk erre választ. Nyilván nem kaphatunk erre választ, de mi igyekeztünk egy picit, egy plusz dolgot belerakni, hogy mégis egy picit ezt is boncolgassuk egy picit jobban. Nem tudom, hogy ez eléri a célját, én nagyon remélem. Nagyon sokat foglalkoztunk vele, és az az érdekessége, hogy teljesen más lett, mint a kaposvári előadás. Az előadást zenés betétek is színesítik, ilyen például a Sebesi Tamás színészzenész által szerzett musical részlet. Ezzel is szeretnének közelebb kerülni a fiatalokhoz. Mi ez a rettenet? Mi folyik itt? Nem segít rajta, se ember, se Isten. Pénzem kell vennel, hát megküzdök érte. Vége vagy halál lesz, mesének vége. 13 jelenetet tartalmaz az előadás, ez 13 jelmezt is jelent. A Variációk egy rablásra című műfaj mámort március 30-ától láthatja a közönség Nyíregyházán a Színbád rendezvényteremben. Hogy is volt az a rabló? Mindegy. Nem érdekes. Tudod, a házasság néha nehéz tud lenni. Nincs, de